200 000. Ügyfelét köszöntötte a Kisteleki Járási Hivatal. A rendezvényen stábunk is részt vett. Nekünk nagyon örömünkre szolgált az, hogy egy ilyen mozgó, kitelepült iroda megjelent Pusztaszeren, ugyanis bizonyos intéznivalókat az önkormányzatoktól ugye áthelyeztek a kormányhivatalokhoz. Az önkormányzatunknál nincs fogadó óra, bárki bármikor a faluban bejöhet, és az ügyeit intézheti, de vannak ügyek, amiket mi nem tudunk elintézni, és ez a kormányablak, nagyon jó szolgálatot tesz a pusztaszeriek számára, különösen gondolva arra, hogy idősek elég nehezen tudnak bejutni Kistelekre, azért tömegközlekedéshez kell igazodni, sorba kell állni, kicsit az új környezet is nehezen viselhető számukra talán, és ez sokkal közvetlenebb, egy sokkal közelibb megoldás ez a kormányablak busz, mint ahogy Galika is mondta, keressük a helyét, mert azért bizonyos elvárásoknak meg kell felelni egy ilyen telephelynek vagy kitelepülésnek. Megfelelő burkolattal kell legyen a területen. Találtunk egy ilyen helyet, aztán megfelelő infrastruktúra is kell, áramot kell biztosítani, vízes blokkok, mosdóra is lehetőséget kell biztosítanunk, és hát szerencsére ezt megtaláltuk, ahogy jeleztük, ez már a harmadik helyszín, ez a helyszín azért került ide, az előző helyszín is mindennek megfelelt, de nem volt árnyék viszont, és a nagy melegekben hát az ügyintéző hölgyeknek feladta a leckét, hogy hogyan tudnak megfelelő állapotban és megfelelően kezelni az ügyfeleket, és azért áthelyeztük ide a piacra. Ez azért is nagyon jó, mert itt árnyék is van, és az ügyfelek is megfelelő, ha esik az eső, akkor esővédett helyen vannak, és hát ahogy itt körülnézek, látható, hogy azért komoly érdeklődés van, és minden alkalommal 8-10 körüli ügyfél az, aki érdeklődik, illetve valami ügyet intézni akar, és még egyszer én is köszönöm, hogy ez a lehetőség a kistelepülések lakói számára kihasználható. Az állampolgárok államról kialakított képét döntően meghatározza az, amikor ügyintézési céllal fölkeresik a hivatalokat és hivatali intézményeket. Nekünk az alapvető célunk az, hogy az ügyfél elégedetten távozzon tőlünk, és ehhez egy olyan szervezetet volt szükséges létrehozni, amely hatékonyan, integráltan és megfelelő szakértelemmel el tudja látni ezt a feladatot. A legelső egységes arculattal rendelkező kormányablakok azok 2011-ben kerültek fölállításra, akkor még a megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken, majd ezt követően sorra nyíltak még kormányablakok, megyénkben összesen 14 kormányablak működik. A Kisteleki kormányablak 2015. január 30-án kezdte meg működését, és a mai napon köszönthettük a 200 000. Ügyfelünket. Azonban nem csak az ügyintézési helyeknek a száma növekedett, hanem az ügyintézési szolgáltatás is bővült, hiszen már elmondhatjuk azt, hogy egy általános kérelembefogadó helyé alakultak a kormányablakok, hiszen szinte bármilyen ügyben fordulhatnak hozzánk az ügyfelek, több mint 2500 ügytípus van, amelyben vagy kérelmet adhatnak be, vagy azonnali ügyintézésben részesülhetnek, illetve tájékoztatást kaphatnak. Aztán, hogy minél közelebb tudjuk vinni az állampolgárokhoz az ügyintézést, egy 2016-os sikeres roadshow-t követően a kormányhivatal egy kormányablak buszbeszerzése mellett döntött, amely rendszeresen visszatér a járásunk településére, és havonta egy alkalommal valamennyi településen, tehát Csengelén, Pusztaszeren, valamint Balástyán, illetőleg Bakson és Ópusztaszeren is kihelyezett ügyfélfogadást tart. Amit ugye a polgármester is említett, hogy ez eléggé sikeresnek mondható ez a kormányablak, mert ugye egy ilyen kisebb településeken az idősebbeknek is így sokkal könnyebb eljönni ide, mint hogy beutazni, hogy ezért is jó ez a kormányablak busz. Így van, tehát havonta ütemezetten és jellemzően a hónapnak a harmadik hetében tudunk ügyfélfogadást tartani, tehát megszokták, beállt a rendje,
ennek, tudják az ügyfelek, hogy mikor vagyunk itt, és ha nem sürgős, akkor nyilván ők is úgy ütemezik a feladataikat, hogy itt tudjanak lenni az ügyfélfogadáson. És mára elmondható, hogy az ügyfelek megismerték az ügyintézőket, bizalommal vannak irántuk, a kapcsolat közvetlen közöttük. 2001. ügyfélként szeretném elmondani, hogy miért is jöttem személyes ügyintézésre, hiszen ma már az ügyfélkapu ott áll rendelkezésünkre, kinyitjuk a számítógépet és minden ott látható. Azért jöttem el, mert egyrészt én is ügyfélcentrikus vagyok, és mivel ügyintézőként dolgoztam, szívesen osztom meg az ügyintézőkkel a kételkedéseim, hogy megerősítést kapjak arra, hogy vajon jól gondolom-e, amit beszeretnék nyújtani a gyermekem részére, hiszen a hiánypótlásokkal többszörös problémát kerülnek el. Amikor megérkeztem, azt hittem, hogy sorbaálláson az ügyintézés során, de Gabriella, ahogy fogadott, előre lépett és megkérdezte, hogy tessék, nekem ez már pozitív jelzés, és szeretném megköszönni ezt a kedves mosolygós fogadtatást, mert részemről mindig a mosoly, ami erősítést ad arra, hogy én eljöhetek itt legközelebb is, és személyesen elintézhetem, annak ellenére, hogy elektronikusan is megtehetném volnom. Szeretném megköszönni a polgármesternek a lehetőséget, hiszen nem mindegy, hogy az ügyintézés házhoz megy, és azoknak az embereknek is, mint én is, kiszolgálás nyújt. Nem, nincsen időnk sokszor utazni, mert nem mindenki kocsival rendelkezik. És ha eljön, pillanatok alatt 20 perc alatt elintézi az ügyét. Köszönöm szépen a lehetőséget, és elégedettem tudom postázni, hiszen én a posta címet is megkaptam 20-szeretnére nyújtva, amiért hálás vagyok. Ez is idő megtakarítás. Köszönöm szépen az ügyintézőknek. Köszönöm szépen. Boldog vagyok az ügyintézés miatt, a lehetőség miatt, és nagyon szépen köszönöm még egyszer. Zárul a Csongrád-Csenád megyei identitás erősítése programsorozat. Az erről szóló összefoglalót láthatják. Zárul a Csongrád-Csenád megyei identitás erősítése programsorozat. A Csongrád-Csenád megyei önkormányzat 300 millió forintos támogatást nyert el az Európai Szociális Alapból a megyei identitás erősítése című TOP 5.3.2.17 kódszámú felhívás keretében. A Csongrád-Csenád megyei identitás erősítése projekt átfogó célja volt a megye településeinek kezdeményezése és cselekvőképességének fejlesztése. A közösségi térségi identitás erősítése az adott célterületen élő helyi lakosság körében. A megye térségében élő közösségek identitásának erősítésében kiemelt szerepet töltenek be a programok, rendezvények, melyek segítik a társadalmi aktivitás és együttműködés erősítését. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, mely vissza nem térítendő támogatás. Célja volt a megye településein megszervezett 31 állomásos rendezvénysorozat keretén belül erősítse a megye identitást, a megye területén élőket egy közösségi formája. Emellett hangsúlyt fektetett a történelmi hagyományok felkutatására, a környezetudatosságra, a fenntartható fejlődésre és a sportos életmódra nevelésre. Bemutatkozásra kerültek a megye múltbéli hősei, illetve Csongrád-Csenád megye értékei. Lehetőség nyílt minden Csongrád-Csenád megyei település számára a megjelenésre, a helyi saját és értékek feltárására, bemutatására. Elkészült a projekt saját honlapja és a hozzá kapcsolódó applikáció. 14 darab kiadvány, 60 darab települési imásfilm. Csongrád-Csenád megye történelmi hőseit bemutató kisfilmek. A projekt keretében szervezett rendezvényeken cél volt a közösségteremtés, a helyi termelők és képzőművészek bevonása a társadalmi szerepvállalásba. A rendezvénysorozat Csongrád-Csenád megye 26 településén valósult meg. 12. állomását Szegeden a fogadalmi templomban tartotta a megyei önkormányzat. A szegedi domban a kistereki gyerekek pásztorjátékokat adtak elő és mutatták be a karácsonyi hagyományokat a környékbeli iskolásoknak. A rendezvénysorozat 20. állomásként március 18-án érkezett Kistelekre. Kormányos Sándor mezőgazdasági tanácsnokkal készített interjút stábunk. Felszokták tenni a kérdést, hogy mit is jelent valójában az identitás kérdés. Egy kicsit távolesőnek érezzük ezt, olyan idegen szónak érezzük, és valójában a Csongrád-Csenád megyei önkormányzat próbálja ezt egy picit közelebb vinni az emberekhez, és megmutatni, hogy valójában ez mit jelenthet. Engedjék meg, hogy
elnök úr engedélye nélkül, Gémes László elnök úr engedélye nélkül, de azért idézem az ő szavait. Ő azt mondta, hogy az identitásunk az talán az az érzés, hogy tudjuk, hogy honnan indultunk, jelenleg hol vagyunk, figyeljük azt, hogy hova tartunk, és lényeges, hogy hova érünk majd haza, és hol fogjuk magunkat nagyon jól érezni. Talán az identitás ezt jelenti. De valójában akkor, amikor eljön ide Csongor-Csanád megye önkormányzata, akkor hogy is akarjuk a helyieknek, a gyerekeknek, a helyben élőknek ezt megmutatni, hogy ez mit jelent. Ezt mi programokon és különböző műsorszámokon keresztül, kóstolókon keresztül, játékokon keresztül szeretnénk megmutatni, amiben először és legfőképpen meg szeretnénk köszönni Kistelek város önkormányzatának, illetve Nagy Sándornak, hogy vendégül lát bennünket, megnyitotta a rendezvényünket, és olyan kedvesen és melegen fogadott bennünket. A délelőtt folyamán a ProArt Tánc stúdióval kezdődött a napunk, amelyet a gyerekek nagyon nagy örömmel fogadtak. Utána egy edzés lesz, egy jiu-jitsu edzés lesz, illetve utána a Diáksport Egyesület, a Diáksport Szövetség lesz, vagy lehetnek vendégei a gyerekek. Mind a két rendezvény, vagy mind a két rendezvényen mozoghatnak, és a testedzésnek, illetve egy kicsit az adrenalinnak és a mozgás oltárán úgymond áldozhatnak. Utána, aki úgy érzi, a húsvéti és tavaszvárás jegyében készíthetnek kézműves alkotásokat. Az Ópusztaszi Nemzeti Emlékpark itt van, ők bőrdíszműkészítéssel és illetve bőrözéssel kapcsolatos munkákkal ismertetik meg a gyerekeket, ezeknek a lehetőségeivel, kézzel foghatóan, illetve az emlékpark a pusztaházak részéről a madarak hétköznapjait bemutató előadást tartanak majd a gyerekek számára. A Mézes Kalácsnál szeretném megemlíteni Lukácsné Buha Szilvia, népi iparművész nevét, akit segítkezik a háttérben is, ugye, ha jól látom, akkor segítkezik nekünk abban, hogy a gyerekek minél jobban érezhessék magukat. Egy kicsit komolyabb témával Trimba Tibor, Marosra lelkösség polgármestere beszél, bemutatja a gyerekeknek, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk. Ő egy picit kemény és komoly témáról beszél, a börtönről, a kicsit kisiklásról, kábítószer használatról, italfogyasztásról, ennek a veszélyeiről, és hogy vajon hova kerülhetnek el a gyerekek. Egy nagyon jó, és úgy hiszem, hogy nagyon jól érthető előadás sorozattal készül mindig polgármester úr, hiszen ő is 4 gyereknek az édesapja, tehát gyakorló apaként tudja, hogy mit jelent ez, hogyha valaki rossz társaságba vagy rossz útra téved. Rendezvényünknek tagja még a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda. Épp most voltam benne az előadásokon, amin az egészséges táplálkozásról beszélnek, illetve testtömegindex méréssel kapcsolatosan segítkeznek. Nagyon jó, hogy itt vannak velünk, és nagyon jó, hogy a gyerekeket próbálják afelé kicsit tendálni, hogy vigyázzanak az egészségükre, hisz hosszú szép életet kellene mindenkinek leélnie, és nem idő előtt elfogyasztani a lehetőségeinket. Itt van velünk a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai, kirakójátékokkal segítenek bennünket, illetve társas játékokkal segítik egy kicsit, hogy a történelmünket, a múltunkat minél jobban megismerjük. A helyi termékek, amivel én is itt voltam, vagy itt vagyok a mai napon, mint mezőgazdasági tanácsnok, egy kis szörpöt szódát kóstoltatunk, természetesen a Hungarikum a szóda, és a szörből mindig próbálunk helyi szörpöt, helyi terméket megmutatni. Itt most a mai napon természetesen a kisteleki levendula szörp az, amit a gyerekek kóstolhatnak, és véleményt mondhatnak róla, és mellette nagyon szépen megtanítjuk, vagy meg szeretnénk tanítani, hogy valójában hogyan kell a jó szörpöt szódát készíteni. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy helyi termelők vannak itt, akiket láttam, a sajtüzemet láttam kiállítani, illetve nagyon nagy köszönettel tartozunk a kisteleki kertész és kertbarát körnek, akik nagyon finom üstben készítik ebbe a pillanatba is a babgulyást, úgyhogy azt szerintem ember nem marad, gyerek nem marad éhesen a mai napon az ő jó voltokból. Nagyon köszönjük és nagyon hálásak vagyunk nekik. És természetesen itt vannak velünk a tűzoltóság emberei, akik tűzoltóautóval a gyerekeknek lehetőséget biztosítanak, hogy fölmenjenek. Egy kicsit lássák azt, hogy ne csak azt lássák, hogy a tűzoltóautó mindig vinyogva
és hangosan elhajt előttünk, és mindenki tudja, hogy biztos valami jót csinálnak, és mindenki egy picit fél tőlük, egy kicsit emberibbé hozni őket, fölvenni a ruhájukat, fölmenni az autóba, egy kicsit átélni, megélni azt a világot, amit ők napról napra élnek. A rendőrség itt van, ők is segítenek nekünk, köszönettel tartozunk nekik, és a délután folyamán a Jövőnkért néptánc együttes fog föllépni, a kisteleki diák fúvós zenekar, és az egész napot a Zűrös Banda remek hangulatú koncertje fogja zárni. Nagyon szépen köszönöm önöknek, és aki eljött, annak nagyon jó szórakozást kívánok. Aki itt volt, annak azt kívánom, hogy egy kicsit gondolkodjon el rajta, hogy mennyire csodálatos az a hely, ahol élünk, hiszen napról napra látjuk, napról napra ott vagyunk benne, és úgy ég belénk a mindennapunk, hogy szinte már észre sem vesszük csak a hiányát akkor, amikor már ez nem működik, és nincsen körülöttünk. A projektet a Csongrád-Csend megyei önkormányzat valósította meg 2021. január 1. és 2022. szeptember 30-a között. Idén újra országos bajnok lett Cékú Zoltán díjugrató. Őt kérdeztük a versenyről és arról, hogyan is élte meg, hogy újra bajnok lett. Megvédte magyar bajnoki címét Cékú Zoltán, köszöntelek. Hogyan is zajlott ez a verseny, és hogyan élted ezt meg? Beszéljünk először a versenyről. Én is köszöntöm a nézőket. Nagyon jó volt, nagyon jó élmény volt. Ugye a tavalyi év az egész más volt. Egy nagyon erős versenyszezon közepébe volt nagyjából így betervezve az OB. Az idei évben ez máshogy alakult. Ott nyilván a tavaly vezető pozícióból nem abból indultunk. Első nap még 23. voltam a vadászugratás után, de utána a csapatversenyből a döntőben már vezető pozícióba érkeztünk, tehát ott igazából a helyünket kellett megtartani. Most pedig az idei év az máshogy alakult, nem volt annyira erős az idei év, kevesebbet versenyeztünk, illetve a nemzetközi versenyekből sokkal kevesebb volt, inkább magyarországi nemzeti versenyeken vettünk pénzt, illetve Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi versenyeken. Ennek az volt az oka, hogy Lipcsébe volt áprilisban a világkupa döntő, és utána a ló kapott egy hosszabb pihenőt. Abból, ahogy visszajött, ez körülbelül mostanra csúcsosodott így a formája, tehát nem volt azonnal bevethető nagyobb versenyekre. És az idei OB-hez máshogy alakult, szintén a vadászugratás után még hátul voltam a listán, és utána viszont a kétfordulós csapatba nagyjából már elkezdett minden átrendeződni. Odáig a Karundival, aki a fiatalabb ló volt és kísérte a Rikolát, ő vezette a bajnokságot, mégis Rikolára esett a választás, és ő ment a döntőbe. Tulajdonképpen az első nap egy viszonylag alacsonyabb magasságon, egy vadászugratással indul az OB. Ugye ez egy elég speciális verseny, mert minden oldalról kikérdezi a párosokat. Egy kisebb magasságon kell egy nagyon gyorsat lovagolni, utána egy középmagasságon van egy kétfordulós középdöntő. Ez csapatversenynek hívjuk, mert általában itt csapatok is versengenek egymással. Regionális csapatokat lehet, vagy klubcsapatokat összerakni. Ebben amúgy bronzérmesek lettünk az idén. Tavaly sikerült megnyerni, az idén bronzérem lett belőle. Ez már egy kicsit nagyobb magasságon van, 145 cm-en, illetve ennek a nehézségét az adja, hogy két fordulóba is ugyanazt a teljesítményt kell nyújtani. Nemzetekdíja elbírálás alapján ez egy picit szerintem nehezebb azoknak, akik esetleg nem vesznek részt nemzetek díjába, nagyobb terhelés a lóra, lovasra, illetve egy Szilvásváradon, mivel egy nagyon új komplexumról beszélünk, először Magyarországon a második fordulót, a csapat második körét azt lámpafény mellett rendezték, este 8:30-kor kezdődött, és ez nagyon hangulatos volt emiatt az egész verseny, úgyhogy tényleg nagyon szuper volt, nagyon jó érzés volt ott este lovagolni, a közönségnek is tetszett nagyon. Majd utána jön egy pihenőnapunk, majd a döntő, ami szintén kétfordulós, viszont már 150, illetve 155 cm-es magasságokon. Ez nagyon-nagyon nehéz. Technikailag is nehéz pályákat épített Erdély Magdolna, illetve itt már a magasság is azon a szinten van, hogy tényleg csak a legjobb, legprecízebb lovak tudják azt megugrani, illetve akiknek nagy képességük van. Ezért komplex az OB, hogy még a vasárnapi döntőbe is, az ötödik pályán, negyedik, ötödik pályán is a lónak két fordulót kell ugrani, és ha fáradt, ha már esetleg nem esik olyan jó, akkor is azokat
hibátlannak-e hozni, különben nem lehet megnyerni. Hogy élted meg magát ezt a versenyt, hogy azért újra bajnok lehettél? Nem számítottam az idén rá. Ami nagyon jó volt, hogy azt látom a lovon, hogy, illetve rajtunk a folyamatos fejlődést, hogy tavaly ezt rengeteg versenye sikerült elérni egy ilyen OB bajnoki címet. Az idén kevesebbet versenyeztünk, viszont azért az a tavalyi év az bennünk van, tehát a rutin az mellettünk van, így ezt inkább rutinból tudtuk megoldani ezt az idei évet, és ezt a lovon láttam, hogy mennyire profi módon kezeli, hogy kevesebb versenyzése, de egyszerűen már most érződött rajta, hogy ez már úgy benne van és tudja, és rutinból ezt így lehozta ezt az OB-t, úgyhogy nagyon, nagyon örültem neki. De nem számítottam rá, mert a taktikánk az volt, hogy a Karundi vezette ugye a bajnokságot, Rikola azt hiszem a 6. helyen állt, és mégis őt választottuk, több hiba pontja volt neki, amit az első napi vadászból szedtünk össze vagy hoztunk. Viszont én bíztam abba, hogy a vasárnapi döntő az nagyon nehéz lesz, és oda igazából az a lóka, amelyik tényleg rutinos és nagyot tud ugrani. Úgyhogy egészen a 150 cm-es A pályáig úgy nézett ki, hogy a taktikánk az nem működik. Egy helyet tudtam előrébb lépni, a B pálya előtt az 5. helyen álltam, úgyhogy az nem mondható annyira jónak. Viszont a B pályán, a 155 cm-es pályán is sikerült hibátlan tovagolni, a többiek pedig ott hibáztak, és akkor így szépen lépkedtem föl össze a 4. helyre, 3. helyre, aztán megvolt ma az ezüstérem, és a végén meg az arany összejött, úgyhogy nagyon örültünk neki. A jövőre nézve, mire is készültek? De mindenképp szeretném megcélozni a jövő évi Európa-bajnokságot. Ez Milánóba kerül megrendezésre, szerintem augusztus elején. Úgyhogy még az idén, október közepén Olaszországban lesz egy 3 csillagos verseny, ahol lehet minősülni. Összesen 3 minősülés kell összeszednünk erre az EB-re, és ezt szeretném elkezdeni az idén. Utána jön egy téli pihenő, és kora tavasszal alapozás után, meg egy kis versenyzés után folytatjuk a minősülést. Ez a legfőbb cél most.